Pásztori Dóri 33 éves, kétszeres paralimpiai bajnok úszó, a VMN szerzője, Barnabás anyukája. Születése után derült ki, hogy mindkét karja hiányosan fejlett. A családja, noha mindenki a maga módján meggyászolta a helyzetet, soha nem éreztette vele, hogy kevesebb lenne emiatt. Nem úgy, mint mások. Dóri, te engem nagyon meghatottál tegnap. Képzeld el, elmondom miért. Ugye találkoztunk, mert volt a VMN-nél egy kisebb buli, és magaddal hoztad Barnabást, aki ugye 3 éves, és ott rengeteg idegen ember között úgy fogta a kezedet. És volt egy pillanat, amikor így rátok néztem, és azt néztem, ahogy ő fogja, nem tudom, azt hiszem, hogy azt a kezedet, és így szorította két ujjadat, és egyszerűen olyan, a világ legtermészetesebb dolga volt számára ez a mozdulat. Meg az, hogy anyának azt a kezét fogom, amin 3 ujja van, és ebből én 2-be kapaszkodom. Igen. És tényleg annyira szép volt, és eszembe jutott az a beszélgetésünk, ami 2-2,5 évvel ezelőtt zajlott, amikor Barni még kicsi volt. És te mondtad, hogy amikor eljött az anyaság az életedbe, akkor egy kicsit azért beütött ez, hogy hogy fogod te az adottságaiddal majd ezt menedzselni. De hát, ha jól látom, akkor elég jól sikerült. Ez tényleg nagyon érdekes, hogy a gyerekek mennyire érzik azt, hogy mit lehet és mit nem, és ugye ha ezt a kezemmel fogom az ő kezét, akkor az könnyű, mert meg tudom fogni, de ha ezt a kezemet fogja, akkor kvázi ő ráfog a kezemre, de én nem tudom visszafogni az ő kezét. És mondjuk van olyan, hogy volt olyan, hogy babakocsival mentünk, de már sétált, és úgy kellett átmenni a zebrán, hogy én ezzel a kezemmel toltam a babakocsit, és ő fogta ezt a kezem. Tehát ha ő elenged és elfut, akkor én nem tudom visszafogni, és a 3,5 év alatt soha nem fordult elő ilyen. Míg mondjuk a Marcinak a kezéből simán megpróbálja kiszedni a kezét, vagy mindenkit megkér, hogy vegye föl, de engem nem szokott, mert mindig elmondom neki, hogy nem bírlak el, tehát sózsák vagy akkor nem tudom a másik kezemmel mondjuk kinyitni az ajtót, tehát tőlem nem szoktak kérni, hogy vegyem föl. Úgyhogy abszolút érzik azt, hogyha mondjuk olyan anyukájuk van, aki valamiben segítséget igényel, és ezt nekem mondták is, mielőtt megszületett, azt hiszem egy látásérült anyukával olvastam egy interjút, hogy segít a gyereke kiválasztani a ruhát reggel, hogy tényleg a Barni is mindig nagyon együttműködő volt. Ugye azt lehet róla tudni, hogy abszolút öntudatos és magabiztos vagy, tök jó menedzseled az életedet, mindig is így volt felnőtt életedben. Mégis, amikor az ember szülő lesz, akkor hirtelen bekapcsol a környezet, bekapcsol a tágabb környezet, a társadalom, hogy hogyan kellene a gyerekedet nevelni, hogyan kellene a gyerekedet terelgetni, agyusztálni, megfogni, nevelni tényleg. Hogy a te esetedben ez hogy manifesztálódott? Kaptál-e olyan nem is tudom, olyan intéseket, vagy olyan jóindulatúnak szánt, de mégis egy picit fájó, vagy fura és kényelmetlen megjegyzéseket, hogy na majd ezt te hogy fogod tudni véghez vinni jól? Szerintem nekem életem legbizonytalanabb időszaka volt ez az anyává válás, ami mondjuk azt mondom, hogy egy 3-4 hónapig bennem zajlott, amikor megszületett Barni, amikor rettenetesen érzékenyen reagáltam minden megjegyzésre, és hát bizony kap az ember ilyenkor mindenféle tanácsot. De mit például? Tudsz példát mondani esetleg? Tudja, a szoptatás az egy ilyen nagyon, nagyon kritikus része szerintem az anyaságnak, és ott például a kórházban volt egy, hogy nagyon-nagyon nehezen ment a szoptatás, ugye császárral szültem, plusz volt ez az ilyen teljes összezavarodottság, hogy Jézusom, itt egy gyerek, és nekem őt szeretnem kéne, és teljesen ürességet éreztem, és egyszerűen ez az egész hormon fröccs, amit így belövelnek ilyenkor az emberbe, az engem így leblokkolt. És ott küzdöttem össze-vissza, hogy tudnám szoptatni, de sehogy nem ment, és akkor 3. nap bejött egy nővér, és csak annyit, hogy hát ez kevés lesz. És én ott úgy elkezdtem zokogni, és teljesen kiborultam, és egyébként nem volt rossz indulatú, vagy nem rosszat akart, csak egyszerűen olyan rosszkor jött, és olyan rossz ütemben, hogy az ott engem teljesen padlóra küldött, és nekem ott a kórházban nagyon vissza kellett építenem az önbizalmamat. Pont egy ilyen, tudod, egy ilyen, tényleg egy elejtett félmondat, ami egyébként lehet, hogy előtte 3 nappal semmit nem jelentett volna, vagy utána 3 nappal, és ebben tényleg ebben az érzékeny időszakban ezek a félmondatok nagyon-nagyon beütöttek.
és ezekkel nehéz volt megbirkózni, vagy amikor terhesen, nem tudom, a védőnő, az, úgy, ott meg az volt, hogy ez sok lesz a súlyomra vonatkozóan. Tehát, vagy kevés, vagy sok. Sokat hiszel? Igen, aha. Igen, hogy a, nem tudom milyen táblázat szerint ez bizony sok lesz. És ott is annyira különbözőek vagyunk, és annyira különbözőképpen reagál a testünk arra, hogy benne egy lény fejlődik, hogy én egyébként nem éreztem soknak, és aztán nem tudom, nem 20-valahány kilóval mentem a kórházba, amiből 12-t ott hagytam rögtön a... Hát, hogy remélem nem hagytad ott, hanem hazavittél belőle valamit. Igen, abból egy 3 és felett azért hazavittem, de hogy ez szerintem nem lehet ilyen táblázatok alapján az emberi testet, meg azt, hogy működünk, bekategorizálni, és ezért én nagyon tartózkodom mindig az olyan szemlélettől, hogy valakit ilyen átlagosnak próbálok tekinteni. Egyszerűen nem hiszek az átlagos fogalomban. Amikor mondjuk van egy ilyen elejtett félmondat, amelynek következtében van egy beléd szoruló érzés, vagy egy elbizonytalanodás, akkor milyen eszközeid vannak arra, hogy kihoz magad ebből? Ugye mondod az előbb, hogy újra kellett építeni az önbizalmadat, amikor anya lettél. Ezt hogy csináltad? Van egy velem született dac, ami szerintem már a születésemkor így belém kódolódott, amikor egynaposan majdnem meghaltam, mert hogy megtelt a tüdőm valamilyen folyadékkal, és átvittek a nagyatádi kórházból a pécsibe, és ott, mivel 3 óra alatt tette meg a mentő a 40 perces utat, ezért az egész család azt hitte, hogy vége a dalnak, és én ott nagyon akartam élni. Mindezt azután, hogy megszülettem végtagjányosan, úgyhogy hát a családomat azt egy elég erős tesztnek tettem ki az első 3 napban, És szerintem ott ez az élni akarás, meg ez a csak azért is, ez valahogy így eldőlt az én életemben, úgyhogy én minden ilyen elejtett félmondatra egy csak azért is reagálok. Plusz én nagyon hiszek a pszichológusban, és én bizony fölhívtam a pszichológust, hogy rettenetesen bizonytalan vagyok. Nekem a pszichológus olyan, mint egy, nem tudom, mint az életünkben bármi, amit szeretnénk, hogy valaki hozzátegyen, hogy elmegyünk fodrászhoz, hogy elmegyünk kozmetikushoz, hogy elmegyünk személyedzőhöz, mert ő ért ahhoz, hogy a testünk hogy kell edzeni. Úgy a lelkünknek is van egy szakembere, és én úgy éreztem, hogy ez az a pont, amikor én kíváncsi vagyok a szakember véleményére, és nekem az egy nagyon-nagyon fontos volt, hogy mondjuk egy laktációs tanácsadó és egy pszichológus ellátott tanácsokkal is átsegített. Tehát szerintem az, hogy a segítők meg legyenek az életünkben, és tudjuk azt, hogy mikor és kihez kell fordulni, az egy nagyon-nagyon önbizalmat és magabiztosságot ad. Figyelj, a szüleidnek voltak segítői, amikor kiderült, hogy végtaghiányos gyermekük született? Ők ezt hogyan? Ez egy sok. Ugye nem lehetett róla tudni, nem mutatták ki a vizsgálatok, igen. Vagy akkor még nem voltak olyan vizsgálatok, és ezt ő neki ki segített akkor? Én szerintem ott a család az egy nagyon-nagyon-nagyon erős háttér volt, hogy a család nagyon összefogott és jól reagált, de ők nagyon sokáig egyedül voltak ezzel az egész élménnyel. Egy 1800 fős faluban nőttem föl, ahol egyedül voltam végtaghiányos, tehát nem nagyon tudták megkérdezni a szomszéd Mári nénit, hogy ő hogy tanította meg mászni vagy járni a gyereket. És aztán 89-ben találkoztak a végtaghiányos gyermekekért alapítvánnyal, ahol végre találkoztak olyan szülőkkel, akiknek hasonló gyermekeik vannak. Ebben a közösségben volt például Barabás Lőrinc, vagy Boronkai Péter, igen, Trombitás, Lévai Petra, triatlonista, tehát egy nagyon-nagyon jó társaság volt, és azt hiszem, hogy a szülőknek az nagyon sokat jelentett, hogy meg tudták osztani egymással a nehézségeiket, meg tudták kérdezni, hogy és nálatok ez hogy volt végre, és az éveken keresztül végigkísérte a mi életünket, én ott tanultam meg úszni például. Tamás, az úszást említed, azért az egyetlen nem volt ilyen egyértelmű neked. Tehát, hogy hány úszóedződ volt, mire sikerült beállnia ennek a rendszernek? Nem, nagyon sok, de hát még családtagot is elfogyasztottam, és nagyon vicces, mert az egyik rokonunk, aki úszóedző volt, abba az úszodába vitt le 5 évesen, ahova én később 12 évesen visszatértem, és a dr. Petrov Anatolijjal elértük a sikereinket. És Tolja bácsi emlékezett rám, hogy én voltam az a kislány 5 évvel ezelőtt, aki annyira üvöltött, és hanyat homlok próbált menekülni velem a rokonom, hogy ne maradjon szégyenbe, hogy itt nem tudja megtanítani az unokahúgát. Úgyhogy gyakorlatilag reménytelen esett voltam, míg nem találkoztunk Málna Istvánnal, aki tényleg ez a
suttogó, nagyon csöndben beszélt mindig a gyerekekkel, és olyan bizalmat tudott kiépíteni, hogy egyszer mindent megcsinált neki az ember. Tehát ő azt mondta, hogy kincsek vannak a víz alatt, akkor minden félelmemet leküzdöttem, mert ha ő mondja, akkor azok csodálatos kincsek lehetnek. Általában csempedarabok voltak ezek a medence aljáról. Azt gondolom, hogy ahhoz a szintű sikerhez, amit te elértél, paralimpiai aranyérem kétszer, ugye Sydneyben és Athénben is, ahhoz azért az a dac, amiről az előbb beszéltünk, biztos jól jött bizonyos pillanatokban. Fel tudsz idézni olyan pillanatokat, amikor pont ez segített, hogy szintidő, nem tudom, bármi, még egy hossz? Minden reggel 4:44 volt az a pillanat, amikor nem. Egyszerűen minden porcikám tiltakozik az ellen, hogy megmozduljak, hogy fölkeljek, hogy lemenjek az úszodába, és egyszerűen valami, ez a csak azért is, pont ez a... Mert én erre nem vagyok képes, és azóta tudom, hogy tényleg döbbenetesen mennyire nem. Tehát, hogy én annyira nem vagyok egy reggeli ember, hogy az valami rémálom, és hogy mégis valahogy föl tudtam kelni. És utána hát az edzéseken nekünk nagyon hangos volt a kapcsolatunk Tolja bácsival, tehát én az igazi visszadumálós, ha volt két oxigén molekula, ami még maradt a feladatból, akkor azt tuti arra használtam, hogy kiventiláljam a dühömet, és ott volt olyan, hogy nem tudom, ötször kellett sorozatban világcsúcs plusz 10 másodperces szintidőt úszni, ami azért nagyon, nagyon nehéz. És addig nem lehetett hazavenni, amíg nem. És egyszerűen már zokogtam és csapkodtam a negyediknél, és akkor mondta Tolja bácsi, hogy jó, akkor menjél. És tudod, nem, csak azért is, addig nem megyek az, amíg le nem úszom az ötödiket. És megvolt. És megvolt, igen. De tényleg velem fordítva kellett kommunikálni, tehát azt kellett mondani, hogy jó, tudod mit, nem tudod megcsinálni, menjél, akkor biztos, hogy ott voltam még fél órát, amíg meg tudom csinálni. Egyszer mesélted azt, hogy már az olimpiai, a paralimpiai arany után édesanyád kapott el egy fél mondatot valamilyen köszöntésetek alkalmával. Ez hogy is volt ez a sztori? Ez a parlamentben volt 2004-ben, a paralimpikonok és az olimpikonok együtt kapták meg a kitüntetést a parlamentben. Ez egy ilyen nagyon fontos gesztus volt, és tényleg ilyen, azt hiszem, hogy ilyen példaértékű, hogy ugyanolyan körülmények között ugyanolyan szintű díjakat, és az anyukám egy olimpiai érmes mellett állt, mint a kísérőm, és ez az olimpiai érmes engedte el azt a mondatot, hogy hát ők még mit keresnek itt. És ugye nem tudta, hogy ki mellett áll, úgyhogy ez visszajött, ez a mondat. Érdekes volt. Nem, szerintem fontos erről beszélni, mert azért van egy álszentség ezzel a kérdéssel kapcsolatban, tehát sokan nem merik fölvállalni az igazi gondolataikat, meg véleményeiket, hogy mondjuk ők nem tartják egyenrangúnak a paralimpikonok teljesítményét, csak ezt egyszerűen ciki kimondani, és ezért sokan nem mondják ki, miközben erről szerintem nagyon fontos beszélni, meg diskurzust folytatni, hogy milyen szempontok alapján lehet egy teljesítményt értékelni. De mondjuk te, mint kétszeres paralimpiai bajnok, Pásztori Dóri, akinek a véleményére odafigyelnek, és mondjuk azt képzelem, hogy a hozzád hasonló adottságokkal született gyerekek számára azért nem kissé vagy te egy példakép. Ilyenkor megmozdul benned valamilyen felelősség, vagy hogy mondani kell valamit? Tehát mondjuk, ha veled szemben tegyük föl, hogy egy ilyen mondat elhangzik, vagy a te jelenlétedben, akkor mit lehet erre mondani, amivel ezt ott és akkor akár helyre lehet tenni? Azt lehet elmondani, hogy én minden áldott reggel 4:44-kor keltem föl, leúsztam a napi 5-6-7-10 kilométert, tehát nekem teljesen tiszta lelkiismeretem. Én pontosan tudom, hogy milyen teljesítményt tettem bele abba a sikerbe, amit elértem, és hogy ezt nem lehet patikai mérlegen mérni, hogy akkor hány órát tölt az ember az edzőteremben, akkor az már számít, vagy az számít, hogy hány órát utazik, vagy hány perc alatt jut be az adott épületbe, hogy eljusson edzésre. Tehát ahogy egy, nem tudom, vívónak, egy öttusázónak, egy kajakosnak, egy úszónak, egy vízilabdázónak nem lehet összehasonlítani a felkészülését. Tehát szerintem egyszerűen a teljesítményt és a sikert azt egyénileg kell végezni, és mindenki a saját képességeihez mérten mennyit tesz bele, és a paralimpikonok elképesztő energiát fektetnek abba,
hogy egyáltalán meg tudják teremteni a sportolás lehetőségét maguknak, ami nem evidens, majd utána ezt olyan szintre emeljék, ami nemzetközi mezőnyben is megállja a helyét. Úgyhogy én azt tudnám mondani, akinek ez a véleménye, hogy csináljon végig egy hetet egy paralimpikonnal, és utána alkosson véleményt erről a kérdésről. Köszönöm szépen. Én is köszönöm.